És miért külföldi piac? Tehát amikor elkezdtél ezzel foglalkozni, és elkezdted az angol blogot, akkor volt benned olyan dilemma, hogy akkor ez a szolgáltatás magyar cégeknek, vagy magyar nyelvű cégek külföldi lányának, vagy csak belföldi ügyfeleknek, kontra a külföldi piacot, vagy ezt a döntést hogy hoztad meg? Én csináltam előtte ezt Magyarországon, az volt az adatlabor.hu, még mindig megvan, az az oldal, de nem foglalkozom már vele. Én azt gondoltam, meg azt láttam, hogy abban a modellben, amit én csinálok, ott a magyar piac az túl szűk, nem lenne kvázi elég ügyfelem ahhoz, hogy fenntartsam magamat, főleg, hogyha csak online kurzusra fókuszálok. A másik pedig az, hogy valahogy nekem, amikor a Prezinél dolgoztam, akkor így volt bennem egy ilyen ambíció, hogy nem tudnám megfogalmazni, hogy mi a legmélyebb oka, de hogy volt bennem egy ilyen ambíció, hogy egy nemzetközi bizniszt szeretnék építeni, és úgy éreztem, hogy ezt meg tudom csinálni, de ha nem tudom, akkor is meg kell próbálnom, és ezért most így eleinte így mondogattam magamnak olyanokat is, hogy hát ez mennyire jó Magyarországnak, ugye, hogyha külföldről jön a bevétel, abból itt adózok, akkor azzal ugye a magyar gazdaságot segítem, sőt amúgy azért amiatt erre is biztatok sok embert, hogy menjen külföldi piacra, hogyha teheti. Egyrészt, mert ott magasabb Amerikában ugye körülbelül háromszoros az a cost of living, háromszorosok a fizetések is, vagy Svédországban is például. Tehát sokkal jobb bevétel, de hogy összességében csak az, hogy valaki külföldre dolgozik, azzal Magyarországot is gazdagítja, hiszen hozza be ide külföldről a bevételt, meg a tőkét leadózott forintok formájában, vagy itthon költöd el a pénzt, amit külföldről kerestél. Volt egy ilyen vonulata is, lehet, hogy ez csak ilyen önállítás volt, vagy nem tudom, de végül is így gazdaságilag logikusan hangzik ez a része is.